Beszélgetek Orbánnal, és azon kell változtatni, hogy ez a mai politikai viszonyok között rendkívülinek számít, mondta az azonnali.hu-nak Hiller István. Az országgyűlés alelnökét arról kérdezzük, milyen eszközökkel élhet az ellenzék 2020-tól, ha hangot akar adni a véleményének. Velem szemben Hiller István, az MSZP volt oktatási és kulturális minisztere és a parlament eddig egyik alelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét. Azt néztem az országgyűlési felvételen, hogy nem viselte ezt a fekete maszkot, amit képviselőtársai viseltek tiltakozásul. Jól láttam? Igen. Miért nem? Megbeszélés eredménye, azt akartam, hogy lássák az arcomat. Ez is egy szempont. Furcsa ilyen tudathasadt helyzetbe lehet egyébként, mert hogy országgyűlési elnökként most be kell tartatnia, alelnökként be kell tartatnia azt a törvényt, amit egyébként nem szavazott meg. Igen. Nem vagyok tudathasadásos állapotban, én egy magyar baloldali vagyok, ellenzéki képviselő, világos, hogy hogyan gondolkodom. Értem persze, hogy mit mond, hiszen amikor a pulpituson ülök, ebben az értelemben elnöki jogkörben járok el, akkor nem egy pártot képviselek, hanem az országgyűlés egészét, ezért be kell tartatni azt, amit a többség elfogadott. De egyébként stílusbeli különbségek igenis vannak. Ahogy, én ezt sejtettem. Tehát, hogy azt gondoltam, hogy néha azért sziszeghet, amikor azt látja, hogy ellenzéki képviselőtársai milyen módon, vagy éppen mi az az akció, vagy mi van azon a táblán, amit feltettem. Ugye ez úgy van, hogy senki sem tud kizárólag paragrafusok szerint élni. Még a parlamenti képviselő és a parlamenti alelnök a parlamentben sem. Mert ugyanaz a húsvér ember vagyok, persze, hogy nekem is fölmegy a vérnyomásom, nekem is elönti a vér az agyamat, amikor néha a dolgokat hallok, de kellő önuralom az egyik oldalon, másrészt az a szakma, amit mi csinálunk abból, hogyha az embernek a humorérzéke kiveszik, akkor már nem tudja csinálni. Nem azt mondom, hogy jókedvemben nevetek, de kell tudni helyzeteket kezelni, és meg kell mondjam, hogy ez valóban sajátos. Nem akarom az egyetemi tantermet vagy előadótermet a parlamenthez hasonlítani, de nincsen problémám azzal, hogy képviselők, amikor kezdenek kivetkőzni emberi mi voltukból, ilyen kérem van, akkor felhívjam úgy a figyelmét, hogy továbbra is próbáljon a homo sapiens sapienshez tartozni, és azt gondolom, hogy ezt sikerül is elérni. Tudja, néha rákiáltok, mérgesen, odamondogatóknak kisebb, kevesebb hatása van, mint amikor az ember egy másfajta stílusban próbálja a saját karakterének megfelelően elmondani, hogy el lehet érni eredményt úgy is, hogy nem feltétlenül a másikat sértegeted, vagy éppen olyasmit mondasz, ami az adott témához egyáltalán nem tartozik. És a jogalkalmazó lesz mostantól, hogy például az ön számára az világos-e, hogy mi számít egy felszólalás megzavarásának? Ezt el fogja tudni ott dönteni? Én azt gondolom, hogy ehhez kell bizonyos tapasztalat, meg kell az is, hogy mindegyik képviselővel, legyen az ellenzéki vagy kormánypárti, a pulpitusról megtalálja az ember azt a pillanatnyi kontaktust, amivel igenis rá lehet venni arra, hogy viselkedésében és felszólalásában ne térjen el attól, amitől egyébként nem lehetne eltérni. De ez nem lehet kockákba illeszteni, nem lehet nagyon mereven alkalmazni, ezért azt kell mondjam, hogy még egyszer a habitus, a karakter az sokat hozzá tud ehhez tenni, és egyáltalán nem vagyok benne biztos, még egyszer, hogy a túlságosan merev és a szigort minden áron betartani kívánó azért el az eredményt. Számított-e arra, itt a felvezetőben is szó volt róla, hogy az azonnali.hu-nak adott egy interjút, és abban csak egy rövidke rész volt arról, hogy időként szokott beszélgetni Orbán Viktorral. Aján. És hogy ez mekkorát ment ez a sztori. Erre mindenki felkapta a fejét, hogy a Hiller szokott beszélgetni az Orbánnal. Ez persze sokat mond az országunkról. Azért félreértések elkerülése véget, itt nem kvaterkázásról van szó.
nem arról van szó, hogy ugye rendszeresen van valami testületi ülés. Van egy bizonyos fórum, ahol beszélünk, és ott elmondom a véleményemet. De akkor ezt úgy képzeljük el, hogy odalép a miniszterelnökhöz, és akkor néhány percet négy szem közt beszélgetnek? Nem, ez egy meghatározott testület, ahol többen vagyunk. Én egyébként ott alelnökként veszek részt, és ne gondolja, hogy más mondanék neki négy szem közt, mint amit mondok akárhány szem közt. De az, hogy ez ma Magyarországon rendkívüli, az a legsajnálatosabb. Én nem teszek le arról, hogy azt megváltoztassuk, és ez nyilván nem egy egyéni és nem egy pillanatnyi feladat, hogy mindenkori ellenzék és mindenkori kormány a vélemények különbözőségének megtartása mellett és annak ütköztetésével olyan kapcsolatban legyen, hogy tudjon egymással beszélni. Azt mondja, hogy ez nem kell rendkívüli legyen, de mondjuk az sem rendkívüli, hogy ellenzéki képviselőket megvernek mondjuk a köztelevízió épületében, lekapcsolják a mikrofonjukat, vagy kitiltják őket az országgyűlés épületében. Nem, hát ez minden tekintetben felháborító, és az, amit a társaimmal csináltak, megjegyzem, azok a én büntető szankciónak tartom a házszabály jelenlegi megváltoztatását, mint ahogy büntető szankciónak tekintem az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvény megváltoztatását is. De kérem, ezt is azért érdemes belehelyezni az időbe. Nem gondolja senki, hogy ez véletlenül történik október 13-a után. Én tudom, hogy a házszabályt egyébként is meg akarták változtatni, de az a megváltoztatás az egy mechanikus, nem politikai töltetű változtatás. Műsor elején arról beszélgettem a vendégekkel, hogy ők sejtik-e, hogy ez miért kellett ilyen gyorsan megtörténjen. Akkor ezek szerint ön nem csak hogy sejti, hanem tudja. Igen, én ezt tudom. Tehát amúgy is benne volt a csőbe, és előbbre hozták. Az önkormányzati választások eredménye, az ellenzék jelentős térfoglalása, a választók akaratának kifejeződése, az ezt az általa még egyszer mondott büntető szankciót, biztos vagyok benne, hogy nem egyszerűen fölgyorsította, hanem olyan részeket tett bele, amivel korábban nem akartak foglalkozni. De hát, azt mondta, hogy az ellenzék jelentős térfoglalása azért, persze látom, hogy Budapesten mi történt, és néhány vidéki nagyvárosban, de ránézünk a térképre, narancssárga. Tehát Magyarország még most is narancssárga. Igen, sokkal kevésbé narancssárga, mint volt két hónappal ezelőtt. Pontosan értem, amit mond, hiszen a települések száma és azok a települések, azok a városok, ahol most ellenzéki vezetés van, számszerűen kétségkívül úgy aranylanak egymáshoz, hogy a Fidesznek nagyon erős többsége van. De, hogyha két hónappal ezelőtt beszélgetünk, és én azt mondom önnek, hogy Budapest főpolgármestere, a budapesti önkormányzati testület, a fővárosi testület többsége, 10 nagyváros és számos közép- és kisváros esetében ellenzéki kerül megválasztásra, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy kedves, rendes ember, de hát az optimizmusa az túlságosan kincstári. Ma meg ez a valóság. Én ezt egy lehetőségnek tartom. És óvnék is mindenkit, aki hasonló módon gondolkodik, már úgy gondolom, hogy ellenzéki módon, mint én, hogy ebből bármiféle automatizmust vonjon le. Azért lépjünk csak, mert hogy nem fogunk tudni beszélgetni a színházakat érintő törvényről. Már itt van Vidnyászky Attila egyébként, láttam a szemes sarkából, és hogy politikusként ön is foglalkozik a kultúrával. Vidnyászky Attila mondta azt, hogy a színházak támogatásának majdnem 80%-a a fenntartó minisztériumtól jön, miközben a tárcának nincs beleszólása a társulatok ügyeiben. Ez azt gondolom, hogy tényleg fájhat egy politikusnak. Adnak valamire pénzt, és közben nem tudják kontrollálni. Az igazgató úrral a nézetkülönbségünk nem ezen törvény esetén alakult ki, ez egy hosszú évekre visszamenő véleménykülönbség. Más a felfogásunk arról, hogy az államnak milyen szerepet kell játszani a kultúrába. Én azt gondolom, hogy az államnak az a szerepe, hogy biztosítsa a keretet, a terepet, és hagyja békén a művészetet. Ennyi. De valamilyen kultúrpolitika kell, ugye? Hát kérem, csak éppenséggel nagy különbség van azon kultúrpolitika között, amelyik diktálni akar, és aközött a kulturális politika között, amelyik a finanszírozás, az együttműködés, a keretek, a megfelelő törvények előkészítésébe partnerként tekint a szereplőre. Nagy különbség, hogy én diktálok és elmondom, hogy mi lesz és ki lesz,
és nagy különbség az, amikor megteremtem a feltételeket arra, hogy szabadon üzd a művészetedet. Igen, de hogyha van egy kormányzati kultúrpolitika, azt valahogy keresztül kell vinni. Akkor ez most már csak módszertani kérdés. Hát nem. Hogy viszem keresztül. Ez egy ennél sokkal szélesebb körű felfogásbeli különbség. Miért gondoljuk, hogy az állam önmagában a kormány? Nem az. Az állam az önkormányzatok is. Az állam számos szervezet. Az állam a civilek. Sőt, az állam az állampolgárok együttese és közössége. Ezért nekem az állam nevében ne jöjjön föl egy akármilyen többséggel rendelkező kormány. Amikor egy kormánynak van elképzelése, nevezzük víziónak, akkor azt értem, hogy azt erővel át akarja nyomni, de sohasem fogom azt elfogadni, hogy csorbítsa a művészet, csorbítsa a kultúra autonómiáját és szabadságát ebbe a törvényjavaslatba, illetve elfogadott törvénybe, én pedig ezt látom. Alelnök úr, köszönöm szépen, hogy beszélgetett velem. Én köszönöm a lehetőséget.